Üdvözlök mindenkit, Benyoboly vagyok, ez pedig a Jazzrek Rebic 2 előtti bemelegítő végigjátszás, és mint ahogy írtam Facebookon, ez egy nagyon kellemes kis játék, és hát egy gyermekkoromnak nagyon-nagyon meghatározó szeletét képezi ez a kis árkád autóverseny, amit Svédországban fejlesztettek, és ez nem más, mint az Ignition, amit 1997-ben adtak ki kizárólag PC-re, máshol nem nagyon lehet megtalálni. Ez pedig a 3D FX-es, ingyenesen letölthető verzió, amit az Abandonware oldalon tudtok leszedni, teljesen ingyenesen. Igaz, hang a tiétekben nagy valószínűséggel nem lesz, az enyémben is úgy van, hogy a játék megvan eredetiben, és így a CD-ről menve tudjuk hallgatni a zenéket és a hangokat. Amit feltelepítettem eredeti verziót, az valamiért különböző gondok adottak, főleg a színekkel. Ez a verzió valamiért megy, úgyhogy a kettőből csináltam egyet, úgyhogy ebből fogtok látni egy végigjátszás szerűséget. Először is bemegyünk az optionsbe és beállítok egy csomó mindent, mert valamiért az állandóan vissza szokott állni a eredeti verzióra, és hogy ez a fixet maradhat, CD-vezük, jó, default maradhat. Player van, igen, ez az, ami kell nekünk, átírjuk magunkat benne, ez klasszikus, mint az árkád, igazi játéktermi feelinget, már most az egésznek úgy ugye három betűvel tudjuk megadni a nevünket. Én billentyűzettel játszom, de lehet használni joystickot, kormányokat, pedállal együtt, szóval elég egész sok mindenre gondoltak a készítők, és igen, itt lehet látni, hogy itt a svéd nyelv az megmaradt valamiért. Tudunk balra menni, jobbra, gáz, fék, illetve hátra, fel meg lefelé tudunk váltani, turbo és hátranézés, és igazából ennyi kell nekünk, több nem fog kelleni, egész egyszerűen az irányítása. Egyel Championship-et fogom majd végigjátszani, de egyelőre mutatok nektek egy single részt, hogy mégis mire számítsatok. Itt vannak az autók különböző statisztikákkal, van a gyorsulás, a turbo, a végsebesség és a csúszás. Nem sokat változnak a mértékek, mit láthatjátok, van egy-két kivétel, mint például az evák, és a lényege a játéknak, hogy egy különböző pályákon kell versenyezni egymással, három kört vagy többet, amit beállítunk, de három az alap, és van rendőrautó, van ilyen tanyasi, rednek járgány is, van iskolabusz, van egy kis bogárhátú, egy kamion, egy Mini Cooper, egy ilyen katonai terepjárószerűség, és később is ki tudunk nyitni több autót, és az a lényeg, hogy nyerni kell a versenyeken, és a játéknak a lényege, vagy a mozgató rugója a végtelen nitro, ugyanis a végtelen nitro van a játékban, automatikusan visszatöltődik, és az eléggé meggyorsítja a végsebességünket, és hát azzal tudunk minél nagyobb előnyt kovácsolni. Ez abban tud változni autóknál, hogy például lassabb autóknál gyorsabban töltődik vissza, tehát gyorsabb autóknál lassabban, tehát van egy gyors autónk, aminek maga magas a végsebessége, viszont jobban be kell osztani a nitrót, hogy hol használjuk. A lassabb autóknál viszont pedig gyakorlatilag megnyomjuk a nitrót, és mire vége megy a nitró löketnek, amit megnyomtunk és használtunk, utána gyakorlatilag kvázi újra is töltődik, tehát gyakorlatilag végig tudjuk nitrózni a pályát, de ezt is okosan kell használni, ugyanis a játék pályáin nagyon-nagyon sok akadály van, láthattátok is azt a főmenüben, hogy már páron fel is robbantak, nem is szoparítom tovább a szót, akkor nyomjunk egy single race mondjuk a rendőrautóval. Egyelőre ezek a pályák vannak nyitva, a Moose Jaw Falls, a Gold Rush, a Snake Island, a Last Ruins és a Yodel Peaks. Van a Captor és a Takio Bullet, ami a legutáltabb pálya szerintem a videójáték történelemben, a Croc 2 havaspálya után. Ezt is utálja mindenki, tehát nem tudom, ki találta ki a havaspályákat, de biztos azóta jól sokszor elküldték az anyjába az illetőt. Klasszikus Moose Jaw Falls, ez egy kellemes kis pálya. És az Ignition logót láthatjuk a jobb sarokban villogni. Hogyha jó időben nyomjuk meg a startnál a turbót, akkor ki tudunk hát így lövelni kvázi. Itt el fog menni egy vonat, arra felé most nem fogunk menni. Tehát mindig vannak rövidítések, és hogyha gyors autóval vagyunk, akkor egész sokat ki tudunk így hagyni. Igazából a játék lényeg a jó ritmus, hogy mennyire tudjuk elkapni a pályát, és hogy milyen reakcióidőnk van, mert egész sok ilyen szakadék van, látjuk, hogy a villámozi megdobja az autót, és így nem tudjuk akkor irányítani a kocsinkat, és ugye akkor sebességünkből is vesztünk.
hogyha a vonat az el tud minket gázolni, hogyha gyorsak vagyunk, tehát a későbbi autókkal már rá tudunk érni előtte, de kisebb autókkal érdemes a hosszabb úton menni. A hosszabb utak általában biztonságosak, a sörvidítések azok, ahol már parázhatunk, ahol biztos fog történni velünk valami gáz, mint például ott szembe azon a kis egyirányú úton, szembe jöhet velünk egy traktor, és hogyha neki megyünk, akkor értelemszerűen nekünk kampó. Közben vezetem a kört. Szerencsére, hogyha elhagyjuk a mezőnyt eléggé, akkor lehet próbálkozni azzal, hogy bevállalunk egy-két meredekebb trükköt, mint például az, hogy ott lefelé nitrózok, pedig igazából itt kéne, mert itt tudok, tehát itt kéne jobban nitrózni, mert ott nem mindegyik autó tud átférni sima sebességgel. Tehát jól ki kell számítani, jól kell ismerni a pályát, és igazából stratégia kérdése, hogy mikor kell használni a nitrót, mikor érdemes használni. Elég sok minden tud azon múlni. Tehát látjuk, hogy egész sokat nitrózok, gyorsan visszatöltődik, úgyhogy egy 90-es játékhoz képest a grafika szerintem még mindig nagyon szép, nekem nagyon tetszik ez a grafika, minden felismerhető rajta. Szerintem teljesen helytáll. Ugye jobb oldalt látjuk még ugye a sebességet, a nitrónkat, meg hogy éppen milyen sebességű vagyunk, hogy rükverszbe, alacsony sebességbe, vagy nagy sebességbe. Tehát így kétfokozatos váltók vannak, plusz ugye a rükversz, ez egész érdekes. Ugye bal oldalt látjuk a köridőnket, az összidőnket, és ugye az, hogy hanyadik helyen állunk éppen. Térkép az nincs, de felül, mint a Colin McRae játékokban mutatja a játék, hogy éppen milyen irányok következnek, úgyhogy ez is sokat tud segíteni, főleg az elején a kezdőknek, de igazából nem nagyon szoktam nézni őket, mert már fejből vágom. Erre egyáltalán nem készültem erre a végigjátszásra. Ben első lett, ez egy kanadai pálya volt. Mögöttem jön a banán, és szintén nagyon-nagyon jó kis autó, nagyon szeretem. Nézzük, valaki esetleg megdöglik a francba. Ott lehet, hogy valaki befog... Nem, körbe mennek okosak. Monsterre szintén, ez a két autó, amit láttatok most, ez még nincsen kinyitva. Minél többet játszunk a játékkal, minél jobb helyezést érünk el a bajnokságban, úgy kapjuk meg az autókat. A végén a legendás Ignition-nel, aminek az érdekesség, hogy minden statisztikája maximumon van, és hát a glitcheléseknek az első számú forrása, mivel olyan gyors az autó, hogy gyakorlatilag ki tudunk repülni a pályákról, hogyha egy kis bukkanónál toljuk neki a nitrót, úgyhogy válaszolunk is egy autót, és megyünk az első bajnokságra. Amit még van, akarok jegyezni a hangulat, hogy minden autónak más-más hangja van, amikor nitrózik, így fel tudunk készülni, hogyha hangilag is, hogyha nem látjuk mögöttünk lévőt, hogy ki nitrózott éppen, és kire kell ügyelni. Rendőrautónak sziréna, a redneknek egy ilyen, hogy is mondják ezt, ilyen, szintén ilyen sziréna hang, tehát ilyen dallamos dudasz az a tőd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 
látom, hogy befordul a gép, ott lehetett látni, hogy majdnem ért csúszott. A báginak, annak már is felejtettem, talán annak is ilyen dudaszó, a kamionnak ugye ez a nagy, mély, szintén dudaszó, a kúpnak már nem emlékszem, az evaknak egy ilyen katonai szállító repülőgép, hogy így elhúz, úgyhogy egész változatos. A rednekhez szoktam ezt, hogy látom a rendőrautónak jobb a turbója, és a bug is egy egész korrekt autó, de menjünk a rendőrautóval, én régen is azzal mentem. 97-es játék, mint mondtam, akkoriban kezdtem én is játszani, és gyakorlatilag az első PC játék, amire emlékszek, hogy kipróbáltam, úgyhogy ilyen nagyon-nagyon kedves emlékek fűznek ehhez. Hát, ez jó, be is szívta a banán. Talán ott nem fértem volna át, úgyhogy nem is gond, hogy egy kicsit hosszabbítottam. Itt meg kicsit így, jó, lehagyjuk. Érdekes, hogy én most játszok először úgy a játék, hogy van zene, mert az interneten felelhető verziók, amik ilyen pár megát foglalnak, azokban egyszerűen semmilyen zene nincsen, úgyhogy kicsit fura így, van egy ilyen új élményszerűség benne. Igen, ott volt egy szakadék, itt szintén van egy szakadék, amire vigyázni kell, úgyhogy egész pörgős a játék, mert tényleg ahhoz képest, hogy 97-es játék, és ezért is utaltam Facebookon arra, hogy szinte a burnoutot is le tudja alázni, mert tényleg egyszerűen gyorsak a meccsek, hangulatosak, úgyhogy nagyon-nagyon korrekt játék, és a mai napig egész nagyon fanatikus rajongó táboron van, tehát még mindig mennek a támtriálok, a ghost, tehát lehet ilyen támtriálokat csinálni a legjobb köridővel, és az csinál egy ilyen szellemautót, hogy mentünk, azt elmentik az emberek, és azt tovább lehet küldeni másiknak, és meg tudjuk nézni, hogy
ki hogy milyen rekordot döntött és hogy ment milyen autóval. Úgyhogy nincs akkora nagy rajongótábora, de ami maradt neki az idők folyamán, főleg Európában, Európában volt igazán népszerű ez a játék, főleg Svédországból kiadták és készítették, úgyhogy még lehet találni rekordokat, és Facebookon is vagy egész aktív közösség, egész sok magyarra ráadásul. A Windows 7-en el tudjuk indítani a játékot, az kell egy programot használni, amit szintén egy magyar úriember készített, szóval milyen kicsi a világ. Úgyhogy azt, aki meg akarja keresni, az az Ignitionnek így kvázi hivatalos Facebook oldalán meg tudja találni ezeket a programokat. Igen, ott mutatta a kis ikon, hogy zuhanó repülésben fogunk érkezni, ott is szintén meg tudunk halni könnyedén, úgyhogy vannak olyanok, olyan dolgok a pályán, amik lassítanak, mint például a villám, vagy később lesznek ilyen tornádószerűségek, vagy olyan lezuhanó tárgyak, amik kilapítanak, és akkor megfordul a billentyűz, az irányítás, az elég zavaró tud lenni, illetve vannak olyanok, amik instant megjönnek, például a vonat, vagy hogyha nagyon magasról lezuhanunk. 10 pontot kaptam, utolsó lett az iskolabusz. Menjünk tovább a Gold Rush pályára. Itt már kezdenek bonyolódni a dolgok, főleg majd az elején. Tetszik a Tord reklám, hogy egy Ford T modell, de nem tudták gondolom megvenni jókat, hogy Ford, és akkor legyen akkor Tord. Itt összintén onnan elfejtett, hogy balra vagy jobbra kell menni. Igen, itt balra vigyázni kell, mert ott le tud esni ránk egy szikla. Itt pedig szintén egy, inkább megvárom, hogyha neki vagyunk, akkor felrobbanok. Nem, itt van a szikla. Itt le tud esni egy szikla, és ki tud minket lapítani. Szerintem ezt elcsesztem, mert itt kéne majd egy nyitó itt a tetején. Igen, itt kellett, nem, átfértek, jó van. Ez egy elég necces kanyar, jó. És itt lesz az első izgalmasabb rész majd. Itt érdemes balra menni, mert ez egy jó kis rövidítés. És ott a két kamion. Itt egy kamion, és utána jön még egy. Változni szokott általában a pattern, hogy éppen mikor jön neki, úgy vettem észre. Úgyhogy tényleg ott nagyon jó ki kell számítani, és nagyon sok a rizikó, hogy lassan menjünk, vagy gyorsan, éppen áttérünk, vagy nem férünk át, szóval főleg a játék elején még vicces, amikor még sok múlik azon, hogy mikor hibázunk és mikor nem. Ott láttuk azt a forgószelet, azt szintén fel tudja kapni az autókat és el tudja dobni így a francba, az is sok kellemetlen másodpercet tud okozni, aki nem figyel rá. Azt még szeretném elmondani, hogy a érdekességképpen, hogy a legelső cikk, amit valaha írtam életemben, az jaj, na itt például pont nem értem át, hogyha megkülünk, akkor automatikusan tovább töltődik a nitrónk, úgyhogy annyira nem eléggé kíves játék. Szóval a akkori általános iskolámban az iskola újságban az első cikket az Ignitionről írtam, és az volt az első cikk, amit valaha papírra vetettem, ami nem állt másból, mint egy ilyen infodobozból, kifejlesztettem, mikor, stb. Na igen, erről beszéltem, hogy kilapulunk, és akkor megadszik az irányítás. És hát leírtam minden pályán, hogy opá, ez érdekes, hogy nem adtam el. És leírtam, hogy minden pályán milyen veszélyek leselkednek ránk. És igazából ennyiből állt a cikk, tehát így gyakorlatilag ilyen tényszerű felsorolásban nem volt túl izgalmas, de valami megjelent, akkoriban nem ültem neki. Most kivételesen ezt a versenyt nem nyerem meg, a Monster ez egy elég gyors autó. Nem baj, második vagyok, és szerintem így is vezetem a mezőnyt ettől függetlenül. 17-16, ez egy szoros mes lesz. Következő pálya a Snake Island, ez egy nagyon-nagyon jó kis pálya, ez egy kedvencem, hogy őszintén mondjam. És szintén rögtön a startnál látjuk azokat a... nem is tudom, hogy hívják azokat ilyen... olyan csónakok, aminek a hátulján ilyen hatalmas ventilátorszerű valami van. Ilyen Amazonas mentén szoktak azzal hajókázni. Nem tudom, hogy a Hawaii, nem tudom, környéken miért van ilyen, vagy a Bahamákon. Itt van a rendőrség, az Ignition épület, klasszikus, itt nagyon jól tudunk itt nitrózni. Itt szintén vigyázni kell. A hízon szoktunk nitrózni, meg egy klasszikus, ez az egyik leghangulatosabb rész, hogy ilyen jellegzetesség ennek a pályának, ez a ilyen csiga lépcsőszerűség, hogy ilyen hosszú kört kell menni. És szintén tudunk majd balra vagy jobbra menni. Ki is írja a tábla, hogy long way vagy short way, hát akkor menjünk a short way-en, én azt mondom. Nitro. Úgy hoppá, na erről beszéltem, hogy itt könnyen pattogunk azért, mert a fizika nem túl reális. És ezzel számolni kell, hogy történhetnek érdekes dolgok. Kellemes hullámok. Itt elérdeg élnék, én azt mondom. És itt van egy fura dolog, nem tudom, hogy ebben a verzióban benne van-e, hogyha itt a fűre rámegyünk, akkor... Nem. Szokott itt ilyen fura hang lenni, hogyha a fűre rámegyünk és ott
csúsztatjuk az autót, akkor ilyen fura hangot ad ki a játék. Ez az én verziómon, mivel régen játszottam, ott benne volt, de most valamiért nem. A játék felülnézetes, hát ilyen félig, nem is tudom, ilyen nem 90 fokos felülnézet, hanem kicsit ilyen hátra döntött, de egy kóddal tudunk egy kvázi GTA-szerű TPS nézetet is elővarázsolni, hogyha szeretnénk. Igaz, az egy picit bágas és nem annyira szép, hoppá, itt igen volt egy ilyen kis glitch, vigyázzuk el a nitrózással. Nem tudom, én mondom sokszor azt a szót, hogy kvázi, pedig nem szokásom. Na majd leszokok róla és figyelek rá. Utolsó kör, szerintem ezt menjenem, ez nem egy nehéz pálya szerencsére, és az előző se volt az. Most az előző egy picit kihívó, bocsánat. És majd a havas pálya az, amitől egy picit félek. Nem tudom, hogy ebből a bajnokságban benne van-e konkrétan. De a következő ilyen őserdős pálya szintén nagyon nagy kedvencem. Meg lesz egy ilyen skandináv pálya, az szintén egy örök favorit. És a Tokyo Bullet, amit mondtam, azt még egy jó ideig nem fogjuk látni, hála Istennek, az egy ilyen rémálom pálya. Itt szintén vigyázzuk, hogyha gyors autóval vagyunk, itt az hídnek a pillérébe simán be tudunk akadni, és volt már, hogy fel is robbantam, mutatom nektek a hosszú utat közben. Annyira nem hosszú, de a másik a jobban járunk. Úgy befordulunk, cél. Azt szoktam csinálni, hogy így beparkolok ide, hogy kicsit tudunk még visszamenni, nem. Itt azt néha beszoktam tudni úgy állni, hogy felrobbanjak. Nem tudom, az miért éri meg, de... Napot befogyott a busz. Lost Ruins, igen. Ez a másik nagy jóság pálya. És szintén vigyázni kell, mert a legtöbb pálya, amit látjátok, eléggé ki van számítva, hogy épp hogy csak egy-két autó fél egymás mellett. Itt van egy rövidítés, de én ezt nem szoktam használni, szerintem ezzel gyorsabban tudunk átérni. Ott ugye eleve egy bukkanón fel kell menni, ami lelassít, éles a kanyar, tehát általában azokat a rövidítéseket érdemes használni, amikre könnyen rá tudunk menni és nincs esélye. Nem áll fel annak a veszélye, hogy hoppá, ilyenek megtörténjenek, beakadunk, vagy hoppá, nem akarok kimenni. Vagy hogy sebességet veszítsünk. Ez egy elég egyszerű pálya, nincs annyi nagy veszély. Úgyhogy ezzel lehet nyomni, mint a Dodge-be. Szóval igen, szeretem amúgy a Burnout játékokat, de nekem ez egy olyan szintű emlékként maradt meg ez a játék, hogy ezt jó ideig nem fogja sem überelni, sőt talán soha semmi. Tényleg iszonyat mennyiségű időt toltam bele. Tehát nem tudok annyira nagy glitcheket, sőt igazából nem is nagyon tudok olyan hibákat, amikkel ilyen 10-20 másodperces időket tudnak futni néha emberek. Tehát így nem is látom azokat a ghostokat, hogy őszintén megmondjam. Nem akkor, hogy elrontani az élményt, meg nem is nagyon töltötték föl, de láttam már olyat, hogy valaki lefotózta, hogy 10-20 másodpercet alatt nyomott egy rekordot, úgyhogy néztem, hogy jó, örülök neki. Folytatása nem készült a játéknak sem, port nem készült belőle, és igazából a fejlesztőkről sem tudok nagyon sokat. A Virgin Interactive azért elég híres, szintén mondhatom nektek hosszabb utat, hogy azzal mennyit lehet faragni, vagy nem is rossz az út végül is, hoppá. Mert ott jobban ki tudjuk használni a nitrót. Erre így, úgy. Kis kanyarodó. Kanyarokban is érdemes nitrózni amúgy néha. Szoktam is. Akkor jobban meg tudjuk venni a kanyarokat. Hát akkor... Az is könnyítés valamennyire. Vannak a többiek, jó a monster az én utánom. Banán, oké. Okay. Várható volt. Mondjuk jó nagy hülyeséget követtem, hogy most elpazoltam a nitrómat, de hát ha átérek így még. Hú, necces volt, de átértem. Jó, igen, ez jó nagy pattogás. Csoda, hogy nem robbanunk. Tehát kisebb zuhanásoktól felrobbanunk, de ilyen nagytól meg nem, szóval ez is így ilyen érdekes dolog volt mindig, mert sosem értem, hogy miért barna a víz itt. Tehát egy mocsarat, mert a földet most nála a hegyekből, vagy nem is tudom. Ott egy repülőgép. Bal oldalt, ott le van zuhanva, tetszik az a ködös, tehát ilyen felhős dolog és textúra. Szóval tényleg hangulatosak és nagyon egyéniek a pályák. Úgyhogy sok ilyen, túl sok autóversenyt, ami ilyen témában mozog, de nem nagyon tudok felsorolni. És ahhoz képest, hogy mondom, 97-es bőven megállja a helyét a mai napig. Órákig el lehet vele szórakozni viccen kívül. Igyekszem is, hogy nem egy felvételbe vegyem fölvetlen az egészet, hogy annyira belejövök, meg annyira megjön a kedvem hozzá. Köszönheti a retro játékokat, főleg akinek szarabb gépe van, azoknak mindenképpen ajánlom a kipróbását, főleg, hogy ingyen van.
eredetiben gyakorlatilag beszerezhetetlen, horribilis árakon kellenek el a részek, eBay-en is több 8-9 ezer forintokért lehet látni egy dobozos verziót. Én egy ilyen büdzsé kiadású verziót, amiben csak a CD van, se kézikönyv, se tok, vagy se borító, semmit, tehát csak maga a lemez, azt vettem 2500 forintért, tehát... És itt a Yodel Pix, ez egy köcsök pálya. Tetszik, hogy ilyen pirossal van felfestve ott a célvonal, mint a jégkorongban. Ott szokott lenni ilyen. Itt van egy jó kis rövidítés. Nem nagyon szoktam használni pont azért, mert utána nem nagyon tudunk korrigálni, tehát több, sok időt vesztünk. Úgyhogy én őszintén megmondom, azt most megmutattam nektek, de én inkább körbe szoktam menni hosszú úton. És szintén van balra-jobbra egy levágás, itt balra van egy. Hopp, ezt elszúrtam. Mennyi ellenlőztek. Na, akkor most kis izgalom, hogy behozom, vagy nem. Itt ezekre vigyázni kell. Itt szintén itt le lehet buszkázni, hogyha valaki ügyes, de én most nem próbálom meg a rendőrautóval, mert ez még elég korai lenne. Itt van egy lavina, ezzel vigyázni kell. Most a monster most beakadt elém, és megmentette kvázi az életemet. Az nagyon random szokott lenni, és nem nagyon lehet kikerülni, mivel túl, tehát nagyon nagy a lavina. És hogyha látjuk, hogy jön, és fullgázzal megyünk, akkor hiába fékezünk le, az bizony szívni fogjuk. Itt erre szintén érdemes rövidítani, lassan lehagyom az iskolabuszt. Régen azzal mentem iskolabusszal, és szerettem, hogy a gyerekek ott visítoznak, hogy így tolja neki a nitrót, majd lehet hallani. Hoppá! Na? Igen. Itt mi is van? Ja, itt még csak a sima azért. Na, jól le is hagytam. A fizika rendben van, tehát ki lehet tolni ügyesen az ellenfeleket, ők is ki tudnak tolni minket amúgy, tehát erre ügyeljünk, akkor itt nitrózunk. A falba becsapódással szintén ugyanni kell, ez nem egy Need for Speed, hogy még tudjuk karcolni a falat mindenféle következmény nélkül. Itt azért könnyen bele tudunk akadni poligonokba, vigyázni kell ezzel. Pont elkapott a rohadt lavina, és pont be is előzött a busz. Ez is ritmuson múlik, hogy mennyire tudjuk a pályát, nézzük az időt, hogy mikor jöhet a következő akadály, és azt hogy tudjuk áthidalni. Még nem volt gond, hogyha az iskolabusz legyőz, mert az első versenyen utolsó volt, tehát nem hiszem, hogy annyi pont előnye lenne, vagy olyan közel lenne hozzám, hogy aggódnom kéne. Jól leelőzlek. Mégis tudom nitrozni, mert mire leérek, addigra úgy is visszatöltődik. Úgy. Gyerünk, bébi. Úgy. Na itt erre, jobbra. Szokták azt is csinálni, hogy ott simán egyenesen tovább mennek, és akkor úgy fölfelé visszatornázzák magukat. Szerintem ez így gyorsabb. Sőt, szerintem biztosan gyorsabb. Pult le. Itt a csúszkálás annyira nem jellemző, tehát annyira nem érezni a hó fizikáját. Hála Istennek, legalább ez egy pozitívum van. Ojajajajajaj. Figyelni kell, mert attól függetlenül, hogy elmegy előttünk a lavina, még egy pár pixelnyi ilyen hitboxa marad az utolsónak, és attól függetlenül, hogy nem tárol minket, utána tud magában minket aragni gyakorlatilag a semmi, és ez így elég komikusan kinéző, de kevésbé kellemes szituációt tud eredményezni. Na és elsők lettünk. Köridő rekorda. Na nézzük, hogy áll a tabella. 47 ponttal vezetek, Monster, Banán. Igen. Na, megnyertem a Novice Championship-et. 47 ponttal első vagyok. Most van az Amatőr Liga. Amatőrnek meg szervezni, igen. Na meglátjuk. Szerintem ez lett volna az első rész. Következik majd a bajnokság. Az Amatőr Bajnokság. Minden rész egy bajnokságból fog állni. És hát meglátjuk, hogy mennyi ideig jutok el. Sziasztok!